Egy temetőben dolgozott a két férfi, az egyik fát akarták kivágni, ami a vád szerint rádölt egy sírra, ami ettől összetört. A férfiak beismerték a károkozást, ami miatt, mivel ketyhelyen történt, garázdasággal vádolták meg őket. Amennyiben a vádlottak a váddal egyezően előterjesztik, illetve beismerik a bűncselekmények elkövetését, abban az esetben indítványozom, hogy egy év, 6 hónap próbára bocsássa őket a bíróság, és az előterjesztett 180 ezer forint polgárjogi igény pedig érdemben bírálja. A vádlottak az előkészítő ülésen azt mondták, igyekeznek megtéríteni a sírban keletkezett 180 ezer forintos kárt. A bíró ezt és mások mellett azt is figyelembe vette az ítélet hirdetéskor, hogy a két férfi közül egyikőjük sem volt még büntetve. Végül a lehető legenyhébb ítéletet kapták. A első rendű vádlott bűnös ötrendbeli rongálás büntetében ezért a bíróság 1 év 3 hónap időtartamra próbára bocsátja. Másodrendű vádlott bűnös ötrendbeli rongálás büntetében ezért a bíróság 1 év 3 hónap időtartamra próbára bocsátja. Vagyis a két férfi a lehető legenyhébb büntetést kapta, így ha a következő 15 hónapban nem követnek el semmit, akkor priuszuk sem lesz többé. Az ítélet jogerős.